Nem cserélnék senkivel az égvilágon. Szeretem, amit csinálok. Szeretek Charlie Daniels lenni. Charlie Daniels csupán 14 éves volt, amikor az első hegedűjét a kezébe vette, és csak 17, amikor megalapította első együttesét, a The Bluegrass Mystery Mountain Boys-ot. És most 60 évvel és 40 albummal később a country legenda egy új fejezetet nyitott az életében. 80 éves lenne Charlie Daniels. Ugrat? Október 28-án leszek 80 éves. Wow! Nem tudom, hova szaladt el az idő, de az biztos, hogy élveztem. A karrierje során Charlie rengeteg emléket gyűjtött be, hangszerektől kezdve a kalapokon és a polaroidokon át a díjakig. A legnagyobb eredményét mégis ebben az évben érte el, amikor beválasztották a country hírességeinek csarnokába. Mégis egyik sem említhető egy napon az első számú rajongójával már régóta tartó Gigi-ével. Mennyi ideje házasok Hazellel? 52 éve lesz ebben a hónapban. És egy fiúk van? Egy fiunk, 51 éves. Wow, és ez nyilvános? Igen, abszolút. Úgy értem, ez a rengeteg év. Emlékszik még arra, amikor 51 éves volt? Ó, igen, persze. Hogyan tartotta egyben a házasságát és nevelt fel egy fiút úgy, hogy közben előadó művészként élt? Ha az ember azt veszi feleségül, akit szeret, akkor úgy érzi, hogy vele akarja tölteni az élete hátralévő részét. Mellette akar felébredni minden reggel, hogy szeret vele lenni. Most a feleségem a legjobb barátom, messze a legjobb barátom. Ladies and gentlemen, Charlie Daniels and the Charlie Daniels Band! Az idén beiktatott több mint 100 koncert mellett Charlie még az önéletrajzán is dolgozik, és most ünnepelte a legújabb albumának kiadását, amelynek Nighthawk a címe. Miközben az eredményeinek a listája tovább gyarapszik, egy dolog állandó, a hite. Nem szégyellem Jézus Krisztus evangéliumát. Ha nem tudom őt elvinni magammal, akkor nem akarok menni. Nem akarok sehova sem menni, ahová Jézus nem jöhet velem. Nem akarok nélküle élni. Nem akarok Isten áldása nélkül élni. Ha kényelmetlen, akkor kényelmetlen. Ha valakinek ez nem tetszik, akkor nem tetszik. Ő a részem. Ez vagyok én. Nem tudom, mennyire korrekt ez politikailag, Charlie. Engem a legkevésbé érdekel ez. Maga mindig megmondja a véleményét. Akkor kavarjunk egy kicsit, hogyan lehetne változtatni azon az irányon, ami felé ez az ország halad? Nem tudom. Meddig vehetjük le a kereszteket különféle helyekről? Meddig vehetjük ki Isten nevét mindenből? Meddig nyomhatunk el mindent, ami a kereszténységgel kapcsolatos? Meddig engedi vajon Isten, hogy ezeket tegyük? Nem tudom. Nem tudom, hogy van-e ezekre válasz, vagy nincs. Az emberek azt mondják, mindannyian meghalunk, és úgyis a mennybe kerülünk, vagy Jézus visszajön értünk, vagy ilyesmi. Nem hiszem, hogy Isten csak azt akarná, hogy nyugodjunk bele, és várjunk, hogy életünk végén meghalljunk. Szerintem tovább kell küzdenünk. Újra el kell mennünk szavazni. Továbbra is támogatni kell olyan dolgokat, amikben hiszünk. Ne nyugodjunk bele a rosszba! 2014-ben Charlie a hadsereg iránti lelkesedéséből megalapította másokkal együtt a Hazavezető út projektet, egy non-profit szervezetet, ami hazatérő katonákat támogat. Sok veteránnak traumatikus dolog hazatérni. Háborús zónában vannak, golyók elől ugrálnak. Pár nap múlva pedig újra a társadalomban találják magukat egy rakás emberrel körülvéve, akiknek fogalmuk sincs, miken mentek keresztül. Szóval nem egyszerű. És mínusz pár végtag mentális problémák és a többi. Nagyon sokszor, nagyon sokszor. Tartozunk ezeknek az embereknek. Hálával tartozunk nekik. Már háromszor voltam Irakban, voltam Afganisztánban, és még jó pár helyen. És valamit mondok neked, ezek a fiúk a legjobbak. Ők a legjobb amerikaiak, ők a leghűségesebb amerikaiak. Tartozunk nekik. Egy egész emberöltő óta úton van, volt már mindenhol, és látott már minden, de azt mondja, nem szándékozik lassítani. Mit gondol, nyugdíjba megy majd valamikor? Ez a szó nincs benne a szótáramban. Egyszerűen nem tudom elképzelni, hogy ne csináljak semmit. Nem tudom elképzelni, hogy ne legyen okom kipattanni az ágyból reggel. Nagyon szeretek dolgozni. Alig várom, hogy leszálljak a buszról, és felmenjek a színpadra, és szórakoztassam az embereket. Ez az én szenvedélyem. Szeretem csinálni.